Már pénteken láthattak előadásokat a nézők a Magyar Színházak 32. Kisvárdai Fesztiváljának keretein belül, a hivatalos megnyitót azonban szombat este tartották. Azt gondolom, hogy az elmúlt években folyamatos fejlődésnek lehettünk tanulni. Az első években csak ilyen barátkozások, próbálkozások, útkereséseket láthattak itt a kisvárdai nézők, de 15 évvel ezelőtt megkezdődött a szakmai program, a versenyprogram, és azóta minden évben az évad legjobb, legjelentősebb előadásait válogatjuk ki határon túlról, és aki ellátogat Kisvárdára, az egy ilyen keresztmetszetét kaphat a határon túli színjátszás idejé évadjából. A koronavírus miatt idén 3 meghívott társulat nem tudott megjelenni a fesztiválon, mert nem tudták a szükséges teszteket elvégezni. A szervezők szerint viszont így is nagyon változatos produkciókat láthat majd a közönség. A közönség az ezerarcú Cézár, mindnyájukra gondolni kell akkor, amikor válogat az ember, és persze gondolni kell arra is, hogy akik ide jönnek, azok versenybe szállnak, és mert hogy versenybe szállnak, ezért nyerni szeretnének. Következésképpen, hogyha egy fesztivál izgalmas, akkor csupa nyerő esélyes darabbal találkozik. Az idei most ilyen. Abban a kegyelmi helyzetben voltam most, hogy az elszakított nemzetrészek mindegyik fertájáról sikerült méltó előadást választanom. Ilyen például a Botos Bálint rendezésében színpadra állított Lila Akác. A Szépernő kisregényéből készült darab mélyebben, de kellő humorral fűszerezve mutatja be, mi minden játszódik le az ember lelkében. Én azt gondolom a Szépernőről, hogy egy olyan szerző, aki azért nagyon sok tartalmat tudott belesűríteni a darabjaiba. Tehát egyszerre szórakoztatóak, fájdalmasak, elgondolkodtatóak tudnak lenni, könnyedek és valahol mégis súlyosak. Tehát, hogy én azért azt remélem, hogy lesz annyi érzelem, amitől tulajdonképpen legjobb esetben a néző azt érzi, hogy nem vesztett az életéből időt azzal, hogy eljött a színházba, hanem tegyük fel, még nyert is egy kicsi időt az életének. A kulturális programsorozat már hagyomány Kisvárdán. Célja többek között a magyar nyelv ápolása és a nemzeti összetartozás erősítése a határon túli magyarokkal. Én hiszem azt, hogy eljönnek, ahogy tudnak, most nyilván tudjuk, hogy a vírus miatt nagyon nehéz utazni. Régen jöttek mindig a környező határon túli magyar településekről, viszont benne, hogy most is, ahol lehet jönni, jönni fognak. A megnyitón bemutatták a magyar művészek összetartozását jelképező videóklippet is. A Jöjj kedvesem című dalra készült karanténfelvétel összeállítást a péntek esti Weekend című műsorunkban láthatják majd.